Jó estét, folytatódik a napi aktuális, vitát ígértem, szereplői pedig már itt vannak, Deák Dániel és Balogh Gábor. Szervusztok, urak, szép estét. Jó estét. Egyik témánk, mi szerint úgy tűnik, hogy az a bojkott, amit szerettek volna elérni az Európai Uniós vezetők, hogy a Soros elnökség által szervezett külügyi csúcs találkozóra nem jelennek meg, sem ők, sem pedig a tagországok vezetői, nem jött össze, mert egyre több ország úgy nyilatkozott, illetve már bejelentették, hogy nem fogják ezt az eseményt bojkottálni. Büntetni is akarják Magyarországot, szimbolikusan is, hiszen ez is egy olyan, József Barás szerint egy szimbolikus büntetés lett volna, de azt már láttuk, hogy a patrióták nem kaptak bizottsági vezetést sem, ugye ez a legfrissebb, hogy nem csak a parlamentben nem kaptak alelnöki, illetve más pozíciót, de most a bizottságokban sem kaptak vezetői pozíciókat, csak tagságot. Szerintetek hova fut ki ez az adok-kapok Magyarország, illetve az unió között? Hát az önmagában, hogy az Európai Parlamentben a fideszes képviselők és egyébként az új patrióta pártsághoz tartozó képviselők nem kaptak különféle alelnöki vagy elnöki pozíciókat, szerintem erősíti egyébként ennek a pártságnak a alapvető álláspontját, ez pedig az, hogy az establishmenttel, a mainstreammel szemben harcolnak az európai politikában, hogyha mondjuk alelnökök vagy elnökök lennének, akkor gyakorlatilag beilleszkednének abba a brüsszeli fősodorba, ami ellen küzdenek. Tehát ez egyébként politikai szempontból szerintem egy kihasználható helyzet, akár a fideszes képviselők, akár ez a pártsághoz tartozó többi képviselő számára. Az Európai Bizottságnak pedig ez a budapesti bojkottja, hogy most a Divelt írta meg, hogy egyébként sokan a brüsszeli csúcstalálkozót fogják majd bojkottálni, és ugye Hollandiában is láttuk, hogy feszültséget okozott az új holland kormányban, hogy akkor a miniszter eljött, de volt, aki nem akart. Tehát látszik, hogy Orbán Viktornak a békemissziója az figyelemet keltett egész Európában és a világban is. Ez az egész EU soros elnökség szerintem tök csendben lement volna, és senki nem is emlékezett volna rá. Tehát én nem tudom itt a nézőket, vagy akár Gáborra nézek, hogy valaki fel tudja idézni, hogy ezek az előző belga elnökség során mi történt, vagy miről beszéltek akkor. Erre viszont emlékezni fognak mindenképpen. Tehát ez egy olyan hírt vert az egész világban ez a békemisszió, aminek már van eredménye, hiszen csak utalok arra, hogy például ma az ukrán külügyminiszter Kínába látogatott a háború kitörése óta először, két héttel azután, hogy Orbán Viktor elment Pekingbe a békemisszió keretében, de hát látjuk azt, hogy gyakorlatilag erről beszélnek most már több mint két hete Európában. Gábor? Hát kezdenék onnan, hogy ugye az Európai Parlamentben volt ez a bojkott a patrióták ellen. Hát ez nyilván a népképviselet elvének a semmibevétele, tehát alapvetően nyilván az Európai Parlament a saját magától oly gyakran hangoztatott elveket is semmibe vette. Hozzá kell tenni, hogy a Fidesz egyébként nem volt ebben teljesen következetes, mert amikor meg arról volt szó, hogy Magyar Péter lett volna talán az Alkotmányügyi Bizottságnak a lelnöke, akkor meg ők nem szavazták meg. Szerintem alapkövetelmény kéne legyen, hogy legalább magyarok egymást megszavazzák. Egy gondolat a DK részéről. Ők sem. Ők sem szavazták ők meg, sem. És ott jött viszont egy okozat, vagy megpróbálták megindokolni, hogy miért nem, mert a szokásjog alapján az alelnök, annak a bizottságnak az alelnöki pozíciója az nőt illetett volna. Ha jól emlékszem, talán Molnár Csaba, de nem biztos, hogy ez így van, ő nyilatkozta azt, vagy reagált Magyar Péternek a mostani bejelentésére, hogy Magyar Péter vagy hazudik, vagy nő. Tehát ő például azt mondta, hogy ez nőnek járt volna, el se kellett volna fogadni ezt az alelnöki pozíciót, de ez egy DK-s vélemény. Igen. Szóval ebben szerintem azért jó lenne következetesnek lenni, hogy legalább egymást megszavazhatnák a magyarok. De nyilvánvaló, hogy maga a bojkott, mint olyan, az egyrészt elvtelen is volt az Európai Parlament részéről, mert mondom, a saját elveik elmentek szembe. Másrészt tökéletesen kontraproduktív is. Tehát ugye említetted, hogy az establishment ellenesség ennek a patriótáknak a fő mondani valója. Persze itt is az lett volna következetes, ha meg sem pályázzák ezeket a pozíciókat, mondván, hogy nem akarnak kulcspozícióba kerülni egy olyan rendszeren belül, amelyet egyébként ők kritizálnak. De való igaz, hogy miután meg sem szavazták őket, innentől kezdve elemelhetik a kezüket, hogy semmi közünk ez a történethez, minket nem véletlenül nem engednek oda ezekhez a pozíciókhoz, mert mi tényleg szemben állunk a fősodorral, tehát szerintem is erősítette a mondani valójukat. Ami a békemissziót illeti, én azért nem vagyok meggyőződve, messze nem vagyok meggyőződve arról, hogy Zelenszkij azért utazott el Pekingbe, mert előtte Orbán Kuleba ott járt, illetve elnézést a külügyminiszter Kuleba. Én őszintén megmondom, hogy ennek a
békemissziónak különösebb értelmét nem látom. Én azt a morális szószal leöntött felháborodást sem értem, amit az európai fősodor ezzel kapcsolatban művel, mert ez a háborút rosszabbá nem tette, a békét messzebbre nem vitte, de közelebbre sem hozta szerintem. Azt mondtad, hogy emlékezetes lesz a magyar soros elnökség ettől. Azt gondolom, hogy igen, és szerintem ennek a fő célja ez. Én ezt egy kormányzati PR akciónak tartom, sokkal közelebb nem, sőt semmivel szerintem a béke nem került közelebb ettől, hiszen nem láttunk új szempontokat. Tehát ugye a miniszterelnök azt mondta, azért utazott el, hogy meghallgassa, hogy milyen feltételek mellett kötnének békét, vagy legalább fegyvernyugvást a harcoló felek, és nem hallottunk ám újat. Tehát az ukránok is elmondták a maguk teljesen életidegen feltételeit, meg az oroszok a maguk szintén teljesen irreális feltételeit. Előrébb nem vagyunk. Szerintem előrébb vagyunk, tehát abban van előnye Orbán Viktornak, hogy mindegyik féllel kapcsolatot tart, tehát mind Moszkvával, mind Pekinggel, mind ugye Washingtonban is vannak olyan szereplők, akik fogadják, egyeztetni tudja ezeket az álláspontokat, és ugye Donald Trump kapcsán kiszivárgott egy béketerv, tehát a sajtó ezt megszivárogtatta, amiben az van, hogy területveszteség árán kell majd béketárgyalást megindítani a Ukrajnának, tehát kiszivárgott például a Krímet, vagy a Donbassnak egy részét, Donald Trump például odaadná az oroszoknak, és akkor így húznák meg az új határokat Ukrajna vonatkozásában, és hát azt is elmondja Donald Trump, hogy Ukrajna nem tud nyerni ebben a háborúban, ugye Orbán Viktor ezt többször szintén ezt kijelentette, és meglátásom szerint olyan információkat egyébként Orbántól tudott gyűjteni, amelyeket egyébként Donald Trumpnak elmondva segítheti abban a leendő, vagy elnökizének a várományosát, amely egyébként egy ilyen béketárgyalás elindíthat, tehát ebből a szempontból fontos, meg az is szerintem fontos önmagában, hogy a téma napirenden legyen. Tehát ismét arról vitatkoznak Európa vezetői, hogy jó-e a békemisszió, lehet-e békét kötni, nem lehet-e békét kötni. Önmagában már ez szerintem egy előny, mert eddig nagyon nem beszéltünk erről, tehát ugye elmúlt hónapok elteltek anélkül, hogy érdemi béke irányából való mozdulást lett volna. Azt mondod, hogy már maga az, hogy tematizálta a közbeszédet, vagy a politikai elitnek a közbeszédét Orbán Viktor, már az is egy pozitívum. Szerintem igen, tehát ez nem csak Magyarországon kezdtek el erről vitatkozni, hanem nagyon sok országban. Tehát a szlovák miniszterelnök erről videós, nem is tudom, 20 perces ilyen beszédet tartott, hogy miért fontos a béke missziója Orbán Viktornak, miért támogatja, felszólította a szlovák képviselőket, hogy nem merjék támadni a magyar álláspontot. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek bizony más európai országban is komoly belpolitikai vitákat eredményeztek, és ennek köszönhetően egyébként a patriótáknak a pártcsaládja is szerintem könnyen össze tudott állni, mert hasonlóan gondolkodó szereplők vannak ott. Érdekel, ehhez kapcsolódik egy felmérés, ugye folyamatosan jönnek a párpreferencia felmérések, és ma a Nézőpont Intézet hozott nyilvánosságra egy felmérést. Nagyjából, nagyságrendileg az összes többivel megegyezik, nem azért mondok számokat, mert annyira kirívó lenne, de ugye a Fidesz-KDNP megőrizte az előnyét, ők 47%-ra mérték, a Tisza pártot pedig 29%-ra, a DK pedig maradt 8%-on. Ami viszont, és itt kapcsolódik az előző témánkhoz, hogy a megkérdezettek Orbán Viktort alkalmas miniszterelnöknek tartják, 49%-uk mondta, ezt Magyar Pétert viszont 19%. Hogy látjátok a Tisza pártot, mennyire sikerül építeni, illetve Magyar Péter saját magát mennyire tudja építeni, miközben már ott van az Európai Parlamenttel kapcsolatos feladat, ott van most a tisztújítás a Tisza pártban, nem feltétlenül lehet azt látni, hogy a tartalomra ilyen mértékben törekednének, hiszen most már mindennapi adminisztratív és egyéb feladataik vannak, a fővárosi közgyűlésről pedig most már egy ideje hallgatnak a tiszapártosok. Hát fél éve a szűk kormánykörökön kívül a létezéséről sem tudott senki Magyar Péternek. Tehát igazság szerint az, hogy most egy minden ötödik magyar ember alkalmasnak tartja őt miniszterelnöknek, egyébként szerintem nagyon sok politikus ölni tudná egyébként ilyen számokért ilyen rövid idő alatt, hogy aztán ez följebb tudja-e tornászni, az egy jó kérdés. Az egy izgalmas, sokkal izgalmasabb kérdés szerintem az, hogyha megnézzük azt, hogy Orbánt többen tartják alkalmas vezetőnek, mint ahányan a Fideszre szavaznak, Magyart pedig kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahányan a pártjára szavaztak. Hát most nem lenne elég a műsoridő ahhoz, hogy kibogozzuk, hogy ez milyen bonyolult társadalom lélektani folyamatokból alakul úgy, hogy tömegek úgy szavaznak egy pártra, hogy pontosan tudják, hogy nem fog hatalomra kerülni, ezért a vezetőjét nem kell, hogy alkalmasnak tartsák, és hogyan alakult úgy az elmúlt 14 évünk, hogy
Magyarországon mondjuk csak ez szerint a felmérés szerint mondjuk 2%, de ha mondjuk ezt a mediánéval vetem össze, akkor bőven 5% fölött olyan ember van, aki nem szavaz le a kormánypárton, és egyébként nem tud elképzelni Orbánnál jobb vezetőt, pedig valószínűleg nem tartja jó vezetőnek vagy ideálisnak, különben rászavazna. Tehát itt azért ez a magyar politikának az alternatíva nélkülisége bontakozik ki ebből, azért az elmúlt 14 év ellenzéki munkáját elég erősen minősíti. De hát ezt a munkát minősíti az is, hogy Magyar Péter lényegében jól megfogalmazható, vagy körvonalazható mondani való és program nélkül azért besöpört egy közel 30%-os eredményt, és mondom, így is minden ötödik ember azt gondolja, hogy neki már vezetnie kéne ezt az országot. Hát egyszerre borzasztóan izgalmas is, meg hát azért van ebben némi bizarr jelenség is szerintem. Nagyon személyközpontú lett a politika, tehát ezért is fontos egyébként a nézőpontnak ez a felmérése, mert egyébként a 22-es választáson is azt láttuk, hogy nagyjából az egyes miniszterelnök jelölteknek a személyes megítélése, támogatottsága lett a végeredménye a választásnak, tehát az emberek nem pártokra szavaznak, hanem személyekre, ezért is fontos nézni az egyes politikai vezetőnek milyen a megítélése, ezért mondjuk a DK-nak a támogatottsága nem fog az egekbe repülni, mert Gyurcsány Ferencnek, meg Dobrev Klárának a népszerűsége mély ponton van, tehát nem tudják ezt az üvegplafont áttörni. 26-ra vonatkozólag az lesz a kérdés, hogy az ellenzéki térfélen megjelenik-e más potens szereplő, ha nem, akkor Magyar Péter bármilyen politikus is, bármit is mond, bármit is csinál, be fogja gyűjteni azokat a szavazókat, akik Orbán ellenes szavazók, és azt mondják, hogy Orbánnak mennie kell. Ugye Márki-Zay Péternek a kampánya is katasztrofális volt, botrányosabbnál botrányosabb megnyilvánulásai voltak a választási kampány során, és hát 34,5%-os szerzett a választáson a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki összefogás. Magyar Péter ezt simán tudja hozni, tehát Márki-Zay Péternél nem rosszabb az ő teljesítménye. A kérdés az lesz, hogy mekkora lesz a protest hangulat, milyen lesz a gazdasági helyzet, és a Fidesz ebben a nagyjából másfél évben mit tesz le az asztalra, annak függvényében fog majd alakulni a megítélése és a támogatottsága, és a ellenzéknél is annyian fognak olyan emberre leszavazni, akivel mondjuk például nem szimpatizálnak egyébként. Magyar Péter kapcsán, ha már személykultuszról beszéltetek az imént, mennyire számít az a néhány botrány, jó néhány botrány, ami most a közbeszédet is körbejárja? Gondolok itt a szórakozó helyen lévő botrányra, a telefonbedobásába a Dunába, vagy itt van ez a szexuális botrány, amikor egy hölgy ugye azt mondta, hogy nem megfelelően viselkedett vele szemben, és a többi, most próbáltam enyhén fogalmazni. Tehát, hogy ezek az ő megítélését mennyire befolyásolják, mert több elemző arról beszélt korábban, hogy ugye az ő személyi kultusza abból tevődik össze, hogy ő bármit, bármikor, bárhogyan tesz, most mennek utána. Ez mérséklődött itt a botrányokkal kapcsolatban? Én nem látom jelét. Szerintem egyelőre még nem kezdik ki semmi, először is már nagyon fiatal a jelenség, tehát azért még idő kell, hogy bármi is érdemben kikezdjen egy rövid idő alatt ekkora sikereket elért vezetőt. Hát a másik pedig az, hogy ez a személyközpontúság, amit említettél, tehát valójában nem is személy, hanem ilyen image központú ez. Tehát a konkrét személy az másodlagos. Az a kérdés, hogy milyen image-et, milyen képet alakítanak ki a szavazók magukról egy emberben, és a posztmodern szavazó az tulajdonképpen kicsit olyan, mint egy szerelmes ember. Tehát, hogy nagyon nehéz kihábrándulni abból, ha az ember igazán szeret egy nőt, akkor nagyon nehéz rájönni arra, hogy mégsem ez az ideális párja. Ehhez jó néhány még plusz botrány, vagy információ, vagy valamilyen alkalmatlansági jel kell még, ha produkál ilyet még Magyar Péter. Szerintem ez egyelőre még nem fogja kikezdeni őt, már csak azért sem, mert neki van egy nagyon tudatos taktikája, amellyel nem csak a kormány közeli, hanem az egész médiát megpróbálja hitelteleníteni és eltávolítani a saját követőitől, hogy az egyetlen referenciapont ő maga legyen. Ő maga pedig nyilván nem fog magáról botrányos dolgokat állítani, tehát ha csak ráfigyelnek a követői, akkor maradnak mellette. Szerintem az beszédes, hogy nem erősödött érdemben mondjuk a Tisza pártnak a támogatottsága, mert azért az ellenzék oldalon itt egy verseny volt, hogy ki lesz a győztes, ugye a Tisza párt egyértelműen győztes lett az ellenzéki térfélen, én arra számítottam például, hogy a Momentumnál maradt szavazók, vagy néhány DK-s át fog majd menni a Tisza párthoz, ez nem következett be, ez véletlenül annak a következménye, hogy volt ez a szórakozóhelyi botrány, ami azért kicsit elbizonyította ellenzéki szereplőket, főleg Budapesten, hogy hát erre az emberre kellett szavazni, inkább maradtak a hagyományosabb pártoknál. Uraim, köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Köszönjük.